Dúró-dúró. Na, menj innen! Szakács Árpád könyve, Dúró Dóra, egy nő harca Magyarországért címmel 2022. február 23-án jelent meg a Kárpátia stúdió kiadásában. A mai alkalommal ebből fogunk megnézni pár idézetet. Az első: ne felejtsük, a család, a közösség, a barátság nem eshetnek a politikai uszítás áldozatául, mert ezek az élet legfontosabb értékei. Többször utalsz a könyvben a cigányság demográfiai növekedésére, ami egyértelmű jele annak, hogy a cigányság, a cigány családok már ezt a nemzeti értéket nem képviselik. Ez egy tudatos, megfontolt offenzíva azon értékek ellen, amelyek időtlen idők óta fenntartják az identitásunkat, és biztosítják a stabilitást az életünkben, ezek közül a legfontosabb a család. Milyen identitás, Dóra? Van, akinek más a szexuális identitása, mint a tied, és ezzel nincs semmi probléma. Na, menj innen! Harmadik idézet, amit választottam, ez az egyik kedvencem. Saját magunk számára állapítsuk meg tényként, a magyar kultúra kisugárzása a Horthy korszakhoz köthető. Igen. Szerb Antal. Ja, zsidó. Karinthy Frigyes. Zsidó. Örkény István. Radnóti Miklós. Zsidó. Magyar Gárdáról. Egy olyan civil kezdeményezés volt, amely sokakat egybe tudott kovácsolni, és rengeteg építő energiát csatornázott be a közéletbe. Legyen továbbra is kitartás minden magyarban, és bátorítani, hogy ne tűrjék el a cigányterror. A közbiztonság fenntartásával kapcsolatos munkájuk pedig nem csak hogy hiánypótló, de az emberek tömegeire olyan felszabadító hatású volt, amilyen manapság a közéletben nagyon ritka. Mondod ezt, Dúró Dóra, arról a magyar gárdáról, ami hetekig, hónapokig tartotta rettegésbe a cigánytelepen élőket. És ebbe akarsz te engem integrálni. Cigánybűnözés. Mindez persze nem azt jelenti, hogy minden cigánybűnöző lenne, de a probléma etnikai vonatkoztatását elvitatni óriási hiba, sőt bűn. Viselkedést etnicizálni, rasszizmus. Mikor érted meg azt, drága Dóra, hogy elsősorban mind emberek vagyunk, és minden más csak másodlagos, és igen, magyar vagyok, magyar adót fizetek, magyar az anyanyelvem, a magyar kultúra az életem része, és a magyar törvények szerint élek. Nem tudod tőlem elvenni ezt az érzést. De nem fogom ledarálni a könyvedet. Csak egyszerűen egy picit megtisztítom. Szakács Árpád, Dúró Dóra, egy nő harca Magyarországért című könyve 2022. február 23-án jelent meg a Kárpátia stúdió kiadásában. Vera pár idézetre reagált, neki nagyon szépen köszönöm a szereplését, én általánosságban megyek át rajta. A könyv 6 fejezetében a honanya 100 kérdésre ad elvileg tabuk nélküli válaszokat. Ez egy alig 170 oldalas, nagy betűmérettel szedett, vékony kötet, saját felelősségre, de elég gyorsan kiolvasható. Dúró Dóra mi hazánkos politikus. Dúrót Torockaival együtt bukott országgyűlési, majd párton belüli vezetőcserés választás után 2018-ban csapták ki a néppártosodó Jobbikból. Dúró leghíresebb cselekedete, hogy tavaly ledarálta a Labrisz által kiadott Meseország mindenkié című mesekönyvet. Meseország tehát nem az aberráltaké. A magyar kultúrának nem képezik részét a homoszexuális királyfik. Szélsőjobbos, neofasiszta politikus. Egyszerűbb nevén náci. Szakács Árpád egy Fidesz közeli újságíróból lett mi hazánkos alámondó ember. Az összeesküvés elméletek nagy kedvelője, egyik kormánytévén e hónapban is tolta a szabadkőművesekkel kapcsolatos konteóit, de agymenésével mi hazánkos rendezvényen is felszólalt már. Ezeknek a tökéletesen idomított, agyhalott tömegemberi logikájába nem fér bele semminek a felfogása, ami kívül esik
a sematikus életük szánalmas világából. Hölgyeim és uraim, ez az abszurd dráma ma a megtestesült valóság. Az ötoldalas, a harcos nők útjainak elnevezett bevezető részben harcos nőként Szakács Árpád az első három oldalt önfényezésnek szenteli. A csúcs főszerkesztő Szakács saját elmondása szerint kvázi tökéletes karriert futott be, de valamiért nem vette észre 2016-ban azt a propaganda képezetet, amiben dolgozott, még akkor sem, amikor 2019-ben elsőként kapta meg a Fidesz propagandistáinak osztott lovasdíjat. A negyedik oldalon szerepel a pozitív színben bemutatott harcos nő, ez Judy Mikovics személye, a Plandemic című összeesküvéses film főszereplője, és a filmet megalapozó A korrupció pestise című könyv szerzője, Csaló és Kókler. Judy Mikovics korunk egyik legjelentősebb kutatója. Magyarországon Mikovics könyvét szintén a Kárpátia stúdió adja ki, a kiadó két fő profilja, a náci és Conteo témák. Mikovics 2009-ben hazug kutatást publikált, 2012-ben pedig beperelte a munkahelye laptopok ellopásáért. Mikovics a filmben például ilyet állít. If we activate mandatory vaccines globally, I imagine these people stand to make hundreds of billions of dollars that own the vaccines. And they'll kill millions, as they already have with their vaccines. A bevezetőt Szakács egy adag deklinizmus, régi szép idők retorikával fejezi be, amiben gyávaság korának nevezi napjainkat. Szakács szerint Dúró egy Mikovicshoz hasonló megbecsülendő harcos nő, a covidizmus sötétségében valamiféle átütő fény. Szakács hosszú körmondatokban gyakran önmaga állít durvábbakat, mint Dúró. Ez egy rövidebb példakérdés. A lezárások, a kényszerintézkedések, az oltások terén eddig mindent meg tudott valósítani a kormány. Ön szerint mi a végső cél? Miért lát esélyt arra, hogy ezt meg lehet akadályozni? Az nem teljesen igaz, hogy Dúró tabuk nélkül válaszol, a mi hazánkos politikus azt a tipikus szélsőjobbos taktikát követi, hogy publikus tereken nem fullban tolja a náci, csak erősen merít náci beszédtémákból. Kormányhoz hasonlóan gyerekekre veszélyes LMBTQ propagandáról beszél, és az ismerten gyűlölködő Budaházi Györgyről és Gaudi Nagy Tamásról elismerően szól, de az általuk terelt mocskolódó tömeggel ellentétben ő nem ordibálja teritorokból, hogy mocskos buzik! Mocskos buzik! A nagyra becsült Budaházit amúgy pont ebben a hónapban ítélték el felsőfokon 17 év fegyházra terrorcselekményekért. Dúró cigány kérdésről beszél, és a szociológiai problémának írja le, de annak etnikai vonatkozását, illetve a szegregáció előnyeit is taglalja, és írtó nagy problémának tartja, hogy a cigánysággal szemben a magyarság elfogy a saját földjéről. A cigányok neki így valamiféle betolakodó népség. Alapműként tekintek Pokol Bélának az Európa végnapjai, a demográfiai összeroppanás következményei című könyvére, amely már talán 10-11 éves, de én még mindig a hatása alatt vagyok, és amikor elolvastam egyébként, akkor azonnal oda mentem a férjemhez, és mondtam neki, hogy most azonnal szeretnék még egy gyereket, mert hogyha ez így megy tovább, akkor nekünk tényleg végül. Az egész tematikát gyakran magyar, cigány konfliktusként írja le, a magyar szót pedig gyakran felváltott értelemben használja a nemzeti érzelmi vagy náci magyarral. Így ver a semmi kép, de feltételezem én sem számítok magyarnak Dúró szemében. Kritizálja a kormány filmes tevékenységeit, ami valóban igen durva szinteket ölt, de totálisan figyelmen kívül hagy olyan maradandó magyar filmes sikereket, mint az Oscar-díjas Saul fia, a Testről és lélekről, vagy a Liza a rókatündér. Kívánatos ellenpéldaként a szintén összeesküvésekben hívő Jelenszky Istvánt hozza fel, akinek Trianon filmjét még a Fidesz média sem volt hajlandó levetíteni. Többször is előfordul a média cenzúrás tevékenysége, ami az igazságot hallgattatja el, de arról nem beszél, hogy ez az igazság kimondás milyen formában zajlik. Mikovicson kívül a koronavírussal kapcsolatban hivatkozik Robert Melonra, aki Mikovicshoz hasonlóan teljesen tudománytalan ökörségeket közöl, például Premier Plan azt hazudja, hogy ő találta fel az mRNA-s vakcina technológiáját, hogy olyan koronavírussal kapcsolatos Conteus idézeteket tulajdonít a Nobel-díjas Luc Montagné-nek, amit Montagné sosem mondott. Nem meglepően minden hivatkozási alapja hasonlóan ingataglában áll, mint a koronavírusos összeesküvései. Ez egy mi hazánkos általánosság, ahol az igazság egy elég relatív fogalom. Emellett számos szélsőjobbos projektről beszél igen pozitívan, az abortuszról úgy beszél, mint a legfőbb
legfőbb halálozási okról gyilkosságnak tekinti, és kötelezően bevezetni a szívhangtörvényt, populista módon ócsárolja a kapitalista fogyasztói piacot, a hozzá hasonló nácikra egyfajta üldözött állatfajként hivatkozik. Amit én kiemeltem, csak a jéghegy csúcsa. A csúsztatások tömkelege brutális. A könyv az objektivitásra ügyet sem vetve egyértelműen promóciós céllal készült a választásokra. Az utolsó sorokban dúró hős ellenállóként jellemzi azokat a szavazókat, akik április 3-án a mi hazánkra húzzák be az X-eket. A könyv bár nem harsogóan náci, ettől függetlenül iszonyatosan kártékony szenny. Kis szégyenérzet van bennem azért is, hogy kiadtam érte pénzt. Verával a könyvet nem daráltuk le. Ilyen gyűlöletet gerjesztő gondolatokkal szemben fel kell venni a harcot, de a könyvek publikus megsemmisítésének igen negatív történelmi háttere van. Kicsit megúsztatva, megtisztítva, enyhe tisztítószer szaggal, de jelenleg is megvan, szerintem a szelektív papír szemét lesz a sorsa.